Nagyon szomorú hírt kaptam, hogy dr. Sánta Gábor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnöke, sajnos nincs többé köztünk. És épp ezért arra gondoltam, hogy volt nekünk egy nagyon szép beszélgetésünk még két évvel ezelőtt, amikor a Magyar Művészeti Akadémia pályázatot írt ki, az 56-os forradalom 60. évfordulójára, akkor én egy nyolc részes sorozatot csináltam, mozaik darabkák 56-ról címmel, és ennek egyik része volt a Sánta Gáborral készült beszélgetés, és ezzel a, az interjúval emlékezünk rá, hiszen nagyon-nagyon sokat tert. A történelem ismertetéséért, a fiatalok tanításáért. Nézzék meg a blokkot! Darabkák 56-ról. A magyar szabadságharcosokról fogunk beszélni, nem véletlenül, hiszen létezik az 1956-os magyar szabadságharcosok világszövetsége. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Sánta Gábor elnökurat, aki a világszövetség elnöke. Üdvözlöm! Köszönjük, Én is szívem meleg szeretetével. Köszöntöm a nézőket, és örülök, hogy ide kerültem és megoszthatom gondolataimat. A nézőket éppen azért is, mert a, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója van. Igaz, a pontos évfordulók elteltek, de itt emlékévről van szó, és 2017 június 30-áig még kötelességünk megtenni mindent. Kezdjük valahol az elején. Voltak a szabadságharcosok, a pesti srácok, lányok. Tulajdonképpen mi hívta életre a szövetséget? Mi volt a cél? A szövetség hosszú múltra tekint vissza, és nem is Magyarországra. Csikágóból indult el, az elődöm viszontagságos úton keresztül jutott oda, illetve itthon letöltött, vagy, vagy, vagy 6-8 év börtönt is, mire aztán 56-ban ugye kijutott Amerikába, és a család segítségével ott az aranybika vendéglőt üzemeltetett, ez a magyaroknak a mekkája volt, és a leghíresebb magyar személyiség. Ott voltak Puskás Öcsitől kezdve, a Bangó Margit, Simándi, József Vikteás, művészek, színészek, sportolók és ő 89-ben az újratemetésre hazajött, és 90-ben települt. Megalakották az igazolt Magyar Szabadságharcosok Világszövetségét. Én körülbelül 17-18 évvel ezelőtt csatlakoztam hozzá, nem is ott kezdtem végső soron, ugye, zsebújságíróként, egyik országgyűlési képviselő jelöltnek dolgoztam, aki a Pofosznak alelnöke volt, és a véletlen úgy hozta, hogy megismerkedtem, ugye az igazolt Magyar Szabadságkatosok Világszövetsége elnökével, és azt sem tudom, hogy hogy, ott ragadtam. Ő három és fél évvel ezelőtt meghalt, és én már nem helyeseltem ezt a nevet, meg nem is tudtam tartani. Igazolásokat mi nem tudunk kiadni, egyrészt fiatalabbak is vagyunk valamivel, illetve nagyon nehéz, amikor a a hőstettek úgy szaporodnak, mint ugye régen a partizán cselekedetek voltak, egyik a másikat igazolta. Az volt az első teendőnk, hogy megbeszéltük ezt a tagsággal, és akkor három és fél évvel ezelőtt 1956-os Magyar Szabadságkartosok Világszövetsége lettünk. Sajnos sok az ilyen szövetség, Magyaros Világszövetség, akkor 56-os mondanak ilyen-olyan, de én úgy érzem, hogy tetteinkkel, azzal a munkával, azzal az érték megőrzéssel és értékteremtéssel, amivel mi foglalkozunk, úgyhogy rövidesen már nem fognak bennünket összekeverni a többi 56-os szervezettel. Akkor még egyszer elmondom, a teljes neve tehát az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége. Mit csinálnak, mit tesznek, hogy fogják össze, és kiket fognak össze, bajtársakat? Hát először természetesen, amikor megalakult, ugye a, a bajtársakból, és próbálták őket igazolni, mint mondottam, ez nem volt olyan könnyű dolog. Azóta már a hajdani pesti srácok és lányok ősz öreg emberé nem esültek, vagy már nem is élnek, és nagyon nehéz lenne ő rájuk számítani. Sajnos egyre kevesebb vagyunk, egyre több gyászjelentés hoz a posta és egyre több temetésre járunk. Természetesen még mindig azért vannak élők, és a céljaink között azért szerepel hogy a még élőktől például segítsünk, az érdekeiket képviseljük, de mindenféle támogatás kórházba látogassuk őket, de egyre kevesebben vannak és inkább már ugye áttérünk arra, hogy felkutassuk az emlékeiket, az emléket megőrizik, vannak még mindig, akik jeltelen sírva vannak, vagy nem tudni, hogy uh, uh, hol feküsznek, és az emlék emlékmegőrzéshez természetesen hozzájárul uh, az is, hogy úgy állítsunk emléket, hogy akik megérdemli, akkor legyen szobra, uh -huh. emléktáblája, uh, különböző emlékhelyeket alakítunk ki, akkor különböző alkotásokat, visszaemlékezéseket készítünk a még élő bajtásokról, könyvek jelennek meg, kiállítások, és mindent megteszünk azért, hogy méltó emléket állítsunk a bajtásoknak. Mindenki ismeri, hogy a korvin mennyi emléktábla van, talán kettő kivételével, Mindet mi állítottuk, illetve az előd szervezet, és hát ez már egy szabadtéri múzeum. Nagy örömmel e, szemléljük, amikor e, október 23-án a iskolás gyerekek oda jönnek és keresik azt, hol van például Iván Kovács szobra, most diszpolgára le a 7. kerületnek, és oda helyeznek egy virágot. Én is, is jártam nevetetőre. arra, és olyan szép volt, tele volt szalagokkal, mécsesekkel, virágokkal, tényleg egy, szinte egy zarándok hely lett. Így van. És most helyeztük el az utolsót általánosságban, a, a, mert már talán megfelelő hely sincs, de ez az emléktábla mindenkinek szól tehát az elesett hősöknek, a megkínzott márciroknak, a sortüzek áldozatainak, a megnyomorítottaknak, az árvá maradottaknak. Úgyhogy azt hiszem, hogy méltóan befejeztük ezt az emlékév kapcsán, de most már az lesz a feladatunk, hogy akkor kijárjunk és gondozzuk, illetve hát van feladat a emléktábláknak a karbantartásával is. Azt hiszem a céljaink közül ez egyik legfontosabb. A jövő felé fordulni, és hát a jövőnk az ifjúság. Nagyon-nagyon sokat teszünk azért, hogy 1956 örök és fénylő példa maradjon a magyar és a világtörténelemben. Nem engedhetjük azt, hogy a magyar csoda, a, a, ami a világot bejárta és megrengette. Az a gyönyörű 12-13 nap, amikor, amikor diadalmasan lobogott a, a lyukas zászló, az nem lehet, hogy a feledés homályába merüljön. Be kell, hogy épüljön a következő nemzedékek mindennapjaiban. És hogy tudják megszólítani a fiatalokat, és átadni nekik ezt a sok tudást, emléket? A legfontosabb dolog az, hogy az ember az érzelmekre hat minden, minden ennek az alapja. És a bajtársaink, tehát kihelyezett történelem órákat tartanak. Schröter Tibor, 84 éves alelnökünk, 108 helyen volt már a vándor kiállításával, most kiegészítettük, még. néha képeket is visz, amit a 56-os versek, amit 56-os versek ihlettek. Az 56-os versek meg az októberi tűzvirágban vannak meg. Erről is szívesen beszélek, mert ez, ez, ez is a mi gyermekünk. Tulajdonképpen az egyik gondolatom ez volt, hogy ha ha, ha egyszer lehetőségem lesz, akkor megjelentetjük. Ez egy irodalmi antológia, a börtönversektől, meg a 56 előtt 56 dicsőségét taglaló versek, illetve a külföldi reakciók vannak benne, ez egy hiánypótló éppen most jött igény arra, hogy, hogy bővíteni kellene és ki kellene adni. Ennek a szerkesztését fölvállalom, mert sajnos egykori jó barátunk, aki meg kell említenem a nevét, aki szerkesztette, ósa Csaba, Magyar Újságíró Közösség alapító elnökét kértem fel a szerkesztésével. Most a bővített kiadást, hát azt hiszem, hogy fel kell vállalni. Mivel sajnos Csaba igen, már nincs köztünk, igen, igen, nem igen, olyan néha rég távozott igen, el. Igen, igen, igen. Távozott közül, a magyarország. Én közül, látom, szükség. hogy regény részletek is vannak, német hát, László. Igen, de, de jobbára inkább, inkább jegyzetek, versek, jegyzetek, jegyzetek, meg versek, uh -huh. meg például a külföldieknek a reakciói. Na most ez az alapmű. A tűzvirág kiadta... Tessék, tessék, kell a végén. Itt van a Tollas Tibornak a verséből, azt mondja, a túlélőkből idézünk, azért is ragaszkodtam hozzá, hogy a hátulján itt legyen. Feldult sírjukon mécses, október tűzvirága a holtak jogán kérdez, választ már mit se várva. Innen ered a cím, és így lett októberi tűzvirág. Na, és aztán folytatom tovább. Ugye rajzpályázatot hirdettünk, hogy egy-egy vers milyen gondolatot vált ki a középiskolásokból. Tehát akkor itt már fiataloknak is készítenek, vagy adnak lehetőséget? Fiataloknak is adtunk lehetőséget, és ragyogó munkák jöttek be, különösen a Művészeti Szakközépiskolából, és rajzkiállítással járjuk az, országot októberi tűzvirágok címmel, illetve egy törtelem órával együtt akkor élménybeszámolóval fantasztikus hatással van, ami óriási siker volt egy művészeti naptár minden hónapba a hónapra egy jellemző vers és a a verset az ihlető alkotónak a neve is, ugye a képe föltüntetve, és úgy mellette minden hónaphoz. Például, ugye a krizantin, azt nagyon jól tudjuk, hogy ugye az őszi virág, és Utasi Józsefnek a verséből ez egy dényertes kép is lett, úgyhogy nem csak azért, mert igyekeztünk azért méltányolni a kis művészpalántáknak a munkásságát, hanem, hanem úgy éreztük, hogy, hogy ennek a képnek eszmei, sőt ö, olyan értéke is van, hogy nem csak ugye a naptára föl lehet tenni, és azt mondják, hogy ez egy, egy siker és Hát ezt azért meg kell itt említeni, hogy a, a művészeti alap is támogatta és a szerkesztésben ná hogy akkor bevontuk őket. A következő lépés lesz ezekből a rajzokból, és a, a, a versekből most egy albumot készítünk. Uh -huh. Itt azt is el kell mondani, hogy a nagyon-nagyon dicsérendő és jól sikerült a 60. emlékév, bár ugye, mint mondottam, az elején nincs még vége. Mm, példátlan összefogá, összefogással készült az ünnep. Ugye a, nyertünk pénzt az a emlékbizottságtól, ugye mi tudod dolog, hogy... Önöknek is kell pályázni ilyenkor? Nekünk is kell pályázni, olyan, hogy tíz fillérig elszámolni, és hát megéri azt, mert általában maximum több témában lehetett pályázni 5 millió forintig és azt hiszem, hogy egyedül a filmre ugye nem pályáztunk, most már bánom, mert, mert ugye meg lehetett, ha olyan, jöttek például hozzánk, kár, hogy, hogy későn hogy, igen, igen, kár, hogy későn, jöttek, hogy nyertünk ugye 5 millió forintot, ajánljak riportalanyokat, és akkor, olyan riport alanyokat ki tudtunk adni, adni akinek a Sparimacsa a, a fotóját a világgal szejjel röpítette 15 éves kislányként, teljes konnába barátnőjével, ugye forradalmán küzdik a képet, Pongrán ker egy múzeumában és ott van, nagyba, uh -huh. az újságban is. Ez annyit tudom, hogy én dunántúl tényében születtem, és nagyon szeretem is pápát, és Újvári Anna ott lakik, ez a kislány, ők úgy kerültek oda, hogy korábban voltak, csak ugye a, a papája azt gondolta, talán el tud egy kicsit rejtőzködni, Pálpán nem. Elvitték, és itt van a 301-esbe, ugye föl is akasztották. Annyira megjegyezte a nevét, meg kell, mert, mert nem mindennapi volt. Egy horvát József nevű rendőrtiszt ment a papát letartóztatni, meg elvinni, és vinni akarták a, a, a kislát is, akinek ugye a fotója ott volt, és azt mondta, menjetek, majd én egy gyerekez még. És így Újvári Anna még most is ott, ott él pápán, és azért Isten tulajdonképpen a, a pápai kivégzett mártírunknak tekintjük. Ott is van szervezetünk, a Újvári Józsefet. Mindezek mellé a szövetség kiadott egy újságot is rendszeresen megjelenik, nagyon szép, a neve Lámpás. Szándékosan választottuk azt, a Gárdanyi Géza, lámpása után legyen lámpás, és próbáljon ugye utat mutatni, megvilágítani a célt is, de visszafele is világítson, mert azért végsősorban, hogyha nem ismerjük a múltunkat, akkor nem tudunk javítani, mert akkor, akkor nem tudunk jövőt építeni, és ilyen gondolatok vezéretek bennünket, amikor választhatjuk a címet. Ugye rólunk szól, 56-ról szól, a múltról szól, eredményeinkről, a sikereinkről, hírek, illetve... vannak benne, történelmi visszatekintés, vagy éppen, hogy a szövetség merre jár, milyen eseményeken vesz részt. Természetesen láttam nagyon sok helyen koszorúzni önöket, nagyon sok helyen találkoztunk. Erre feltétlen súlyt fektetek, hogy legyünk ott egyre több szervez csatlakozik hozzánk. Egyet tudok mondani, az a szellemi erő, az a szellemi műhely, ami a mi világszövetségünkben van, olyan, hogy nálunk nincs etikai bizottság, csak egy, ami kötelező, a számvizsgáló bizottság. Ahol etikai bizottság van, meg etikai ügyek, meg nem tudja elintézni az ellenzékét, már is azt mondom, hogy hogy, hogy, hogy nem kell itt annyiféle bizottságot csinálni. És visszatérek oda, hogy oly széles skálán mozgunk, hogy nem is tudom, hogy mivel kezdje. Mérnök, stewardes, közgazdász, gépész, mechanikus, de nem csak a diplomásokra gondolok én, író, költő, hanem egyet azért kiemelnék. Mondhatnám, hogy nyomasztó többségben vannak itt a tagok között, ugye a tanárok. Uh -huh. Hát akkor tetszett kérdezni azt, hogy hogy szólítjuk meg a fiatalságot. Könnyen. Könnyen, most is hirdetünk ugye versenyt, rajzpályázatot, és járjuk az iskolákat. És persze a szövetség elismeréseket is ad, hogy kiknek. Hát erre lennénk kíváncsiak. Hát akik arra érdemesek. Minden kitüntetés mögött, sok munka van, meg természetesen van valami, amikor úgy érezzük, hogy ezzel még talán ösztönzünk is. Értékes kitüntetésünk a 56-os hűség a hazához érdemkereszt, a hűség a hazához érdemre nagy keresztje, és nagyon szépre sikeredett a 56-os kereszt ezüst és arany fokozata. És ezek a gyönyörűségek, itt vannak az asztalon előttünk, és meg kell, hogy mondjam, hogy önök is ismernek már innen a teaglóriával műsorból olyanokat, akik részesülhettek egy-egy ilyen kitüntetésben, és ez nem más, mint az Andrási Duó szerzőpáros. Miért kapták? Nagyon-nagyon örülök, hogy megemlítette a nevüket, hisz a síratéli éjszaka című drámai, ötvatos drámai daljátékkal végig járják részletekkel az országot, illetve a 18. kerületet nem hagyhatunk ki ott, mert úgy Ugi Attila polgármester úr, meg Galgóci alpolgármester is nagy szeretettel van a szerzőpáros iránt, és ott műveledési házakban is ugye fölléptek, bemutatták. Nagyon örülök annak, hogy a hűség a hazához érdemkereszt birtokosa, Andrási Krisztina és Andrási Frigyes. Nem csak, hogy nagyobb darab, de nagyobb a kereszt is, tehát a hűség a hazához érdemre nagy kereszt kapta meg. Volt most a harmadikán, negyedikén is látni az Operaház zenei centrumában és elvittünk tíz éves gyereket is. És bizony azért van tanítani való, mert nem értették, hogy egy luka zászló zászlóért ugye elviszik a házigazdát. Azon kívül nem adunk ki sok keresztet, természetesen a 60. évforduló miatt azért többet, mert nem szeretnénk, hogyha devalválódna, de nagyon sok művész, politikus, kormánytag is birtokosa ennek a kitüntetésnek, és nem egyszer láttam például a kitüntetés Lajstromát, Tudományos Akadémia egyik elnökének, és ugye ott volt benne a mi kitüntetésünk, a legnagyobb kitüntetésünk a elismerései között a felsorolásban. Kérem, nézzék a honlapunkat. 1956. MSVS, amiben az összes tevékenységünk megtalálható, és sok érdekességgel gazdagodnak.